Sziasztok, én Lord, gyilkos vagyok, és itt vagyunk egy újabb ilyen kis rövidke sorozattal, a Raftal. Hát rövidke sorozat, mert hogy nincs benne túl sok tartalom, de nézzük meg, hogy mi van benne. Én egyszer már elértem addig, ameddig lehet. Hát nem is addig, ameddig lehet, hanem ameddig van értelme, és nem válik unalmassá. Amikor már mindened van, termesz, és annyi, hogy élsz. Ugye, hajótöröttek vagyunk, és van egy kötelünk, meg egy cápa ellenünk. És 4x4-es? Na, jó az. És ki kell szedni a halmikat a vízből, amik... Most se tudom, honnan jönnek. Rossz cápa. Igen, a cápa akkor kezd el felénk... Akkor néha elkezd felénk jönni, néha meg csak úgy... Néha meg, hogyha beleessünk a vízbe, akkor jön csak. Hú, de régen játszottam ezzel. Az ott scrap, ugye? Jól látom. Az bizony. A hordók a legjobbak. Azok mindig jók. És ott van még scrap. Szuper. Csak azt a hordókat kéne elkapnom. Egy hordó. Ne! Az a fa is kell nekem. Gyere vissza. És megvan a hordó. Jó. Hordó a fontosabb. Hát abban több mindent kapok. Na, tabban nyitjuk meg a kraftoló részt. És ehhez kell kötél, amit itt bírunk kraftolni. És ez az első, amit le is kraftolunk. Gyere vissza. Rossz cápa, maradj ott. És ezt át is helyezzem ide. És akkor rögtön már van ilyenünk. Jön már a cápa. Igen, van fáradtságunk is. És akkor kemik kötél nekem. És kell ilyet csinálni. Ez kell még scrap. Azaz, megvan. Jó, kell még egy scrap. Kettő lett. És akkor tudunk egy ilyet craftolni, illetve ehhez kell még egy scrap. Ugye a pohárkához, amiből tudunk majd inni. Jól el lehet azért lenni ezzel. És rá lehet érezni az ízére. Meg hogy mit mennyire kell eldobni. Itt van scrap. Jó, meg is van. És akkor ezt ide 6-os. Itt jó lesz. 7-es. És fel is rakjuk főni. És akkor szomjúságunkat lassan oldhatjuk kicsit. Jó. És majd az éhségünket kell még szépen. Jó. Az ott scrap. Rossz cápa, nem jön. Ott marad a cápa. Jó, csak mivel, hogy scrapre nagy szükségünk van. Jó. Igazából csak abból, hogy növényt termesztünk meg lehet ilyen, nem muszáj vizet is szűrni, vagy főzni. De... miért ne? Ha már itt vagyunk, és akkor kéne egy horgászbot nekem. A halhoz. Illetve ehhez kell egy kötél még.
vagy szeretnék halat fogni, és akkor az egy kicsit könnyebb kajaforrás. Ó, van egy pár, jó. Akkor ezt csinálok, ilyet is csinálok már most, és egy ilyet is csinálok. Ja, nincs elég fám hozzá. Jó. Jön közben a scrap, és akkor ezt kiveszem, ezt berakom a hármasra, ezt itt lerakjuk, és meg is sütjük az elsőt. Az elsőt a kajáink közül, rossz cápa. És nem tudom, hogy ez tölti a kaját, de nem meglátjuk. Mi teljesen az elében vannak, de már egész jól meg van csinálva eddig. Jó, most jön. És háromszor kell megütni. Ahhoz, hogy elmenjem. Jó. Kicsit pecázzunk egy halat. Igazából nem is kell. Hanem ezt ide ledobom. Ezeket kiszedjük közbe szépen. Mik jönnek, és ezt itt elültetem. Hármat lehet egybe ültetni, úgyhogy ja, bal klikkel leszünk, és ott jön egy doboz. A cékla lassabban érik meg, mint a burgonya, de burgonyát nem is kaptunk. Jó, a lényeget meg is szereztük, és akkor kell egy ilyen. Ja, értem. Az volt. Ez hiányzott így. És akkor itt már elkapjuk, itt már befogja mindent, ami jön. Ott elég sok scrap jön egyszerre. Ups. Jöjjünk már vissza. Gyorsan. Némileg elkap a cápa. Viszket a kezem. És akkor nem is scrap, hanem levél. Ja. Ó, meglett az első krumplink. És benne is van. Krumplit is előtetünk. A krumpli gyorsabban nő meg, viszont kevesebbet tölt vissza a dolgokból. Ja igen, és este sötét lesz. Ezt is megcsinálták közben. Amikor először elkezdtem vele játszani, akkor még nem csinálták meg, hogy este sötét legyen. Úgyhogy az úgy kicsit egyszerűbb volt. Úgy csináltam még kettőt. Akkor szépen közben ide oldalra is el tudok jönni, szedni dolgokat. Lassan ezek is megnőnek, illetve ezt meg is ehetjük, ezt meg felrakhatjuk sülni, iszunk egyet. És ezek tényleg lassan megnőnek. De még nem. Hol volt benne egy tecs, észre se vettem igazából. És ott rögtön is kezdeni, nagyon durva. Milyen gyorsan. Jó. Akkor kell nekünk majd egy ilyen kalapácsszerűség, amivel lehet hozzárakni dolgokat pluszba. Kell egy balta, de az nem most. Többi meg már van. Ládák később azok kelleni fognak, de még nem. Illetve egy lámpa kell még. Ja. Igen, ezért kell a lámpa.
és akkor... Mi? Jó. Kidobtam. Jaj, jó. És akkor ezt itt megsütjük még. Ez is megvan. Ó, megvan a scrap. Ó, lámpa, lámpa, lámpa. Így, és akkor ez egész este világít. Nem kell vele nagyon sokat foglalkozni. Ilyet, hogy csinálok még ilyet. És akkor tudok még ilyet csinálni egyet. Itt ide rakok le. És akkor kicsit szimmetrikus. Abb lett. Van még egy. Jó. És utána krumplit sütünk. Ezt is raktuk, ittunk belőle. Igen, ez ilyen kis egyszerű játékocska. Igazából ennyi meg lehetne élni. Simán. De ezért miért ne csináljunk többet. Ha már lehet. Ezek lassan megnőnek újra. Ja, igen, és ezeket meg lehet javítani. Jobb klik, és akkor itt van, hogy repair. Többit meg nem kell. Jó. Az úgy menő. És ezeket megint le lehet aratni. És megint lehet meg sütni. Foundation. Az kell még. Ilyen is. Ami nincs. Még. Még csak egy van. Miközben eszek. Jó, szuper. Ezt is megesszük, tele legyen mindenünk. Aztán ilyen kis egyszerű az egész. Nem tudom, de mégis jól el vagyok vele. Jó darabig el lehet vele lenni. Minden nagyobb dolgokat megcsinálni, vagy valami. És milyen szép az éjszaka. Ott a holdacska, mindjárt lemegy. Nem tervezem túl hosszúra a részeket. Mert hogy nincs benne túl sok tartalom, és nem lehet túl sokáig szerintem nézni. De majd ezt meglátjuk. Így. Itt már is lehet mászkálni. Tecs. Jó. Elnézést. Nem kell túl nagy igazából. Bár minél szélesebb ez, annál több mindent tudsz befogni vele. De miért fogd be, hogyha nem kell? Én azt mondom. Hopp, egy scrap mellé akart menni. Ez a scrap az mire kell még? A székhez, meg az asztalhoz. Az asztalhoz nem tudom mire jó. Jó, mit csinálunk. Ó. Oh. Volt benne sok minden.
Most csak ilyet ültettünk vissza. Szabad meglátjuk. Jó, elnézést. Kicsit fáradt vagyok a mai nap után. Most kéne egy jót vacsiznom. Aztán meg játszanom valamit. Még nem videófelvételre gondoltam. Horgászunk? Nem horgászunk, minek? Most már van mindenünk igazából. Azért akarok mindig horgászni, mert hogy nincs... Azért kéne úgy, hogy ritkábban jönnek a... azok. Az a hordó. És akkor az elején csak horgászol. Vagy hogy... nem tudom. Fura még nekem ez az egész. Nem teljesen jó. Igazából. Azt kéne csinálniuk, hogy... Nem is tudom. Hogy mondjuk hajót lehessen építeni. Azt megcsinálni. És akkor hajóval utazni, ahol megászott valami pluszt szerezni, vagy nem tudom. Ahol megászott, lehessen még ilyet építeni. Akkor olyat, hogy mondjuk találsz egy szigetet, és akkor ott tudsz csak fát vágni, vagy valami. Hogy hajótörés szemetsz, és alapból egy szigeten kezdesz. Vagy nem tudom. Értem a logikát, hogy hajótörés szemetés egy tutajon vagy alapból. De a tutaj az miért áll? Miért nem lehet vele menni? Vagy miért nem lehet arra használni, hogy mozogj vele? Hol van? Ott van. Ugye a szápát is meg lehet ölni, csak sokáig tart. Jó, megsütöttem az összes krumplit, na, se baj. Csináljunk szöget. És akkor abból már egy széket meg egy asztalt is össze lehet dobni. Csináljunk először egy asztalt. És ez mire jó, azt nem tudom, de jó lesz. És a székre le lehet ülni. Ne menj el! Ez a scrap kell. Jó. És akkor ebből lesz két szög. De gyere. Köszi. Kell még egy scrap. Na. Beetroot. Ott van. Na, megsülsz? Vagy mehetek érte? Mondjuk ebben, hogy kelljen fát rakni ahhoz, hogy tudjunk sütni. Az se lenne rossz. Na. Szóval, csinálok még egy szöget. És akkor abból már pirok csinálni egy széket is. Így. Na, használni, vagy valamit tudok. Annyi, hogy itt van. De jó. Akkor ez tök hasznos, nem?
szerintetek is? Jó, valami biztos lehet majd vele csinálni, vagy díszítés le lehet rá ülni, vagy nem tudom. De most éppen haszontalan. És azt nem tudom, hogy van-e full damage-ünk. Mert hogy ekkoránál még úgy élőben se lenne. Hogy 2 méterről leessen. Az neked se fáj, csak hogyha ügyetlen vagy. Na, kaptunk palm seedet. Az viszont jó lesz. Abotunk meg magunknak fát vágni. Tehát azt is megcsinálhatnák, hogy mindent lehetne magunktól termelni, nem csak a fát meg a kaját. Mondjuk magunktól termelünk vasat, vagy mi az. Jó, azért inni is kell. Csak nem annyira szükséges. Na jó, szerintem én ezt a részt itt befejezem, mert hogy így elég sokáig eljutottunk, de már nem nagyon tudok mit csinálni. Még ide, ops, felhúzok 1-2 dolgot. És beszélünk még 1-2 ilyen dolgot is. Egyet tudok még craftolni. Ebből meg ugyanúgy egyet még. És akkor a következő részben kicsit oldalra terjeszkedünk ezt a kettőt. Illetve hátrafele, meg majd talán felfele is. Nem tudom. Mindenesetre érdekes ez. Érdekes, csak nem biztos, hogy jó lesz. Hogy túl sokat tudok benne csinálni. Mert igazából itt már meg lehet élni ennyiből bőven. Egyszerűen simán. Tehát a tárgyak kopását is meg lehetne csinálni. Úgyhogy a dárdát dobhatni lehessen. Dobható lehessen a dárda. Vagy mi ez? Láncsa. Milyen spear? Ja, láncsa. Dárda, nem tudom. Mindenesetre, hogy dobható lehessen. Az is nagyon jó lehetne, mert hogy cápát ölünk. Vagy nem tudom, be lehetne valami állatot fogni. Az se rossz. Az is rendkívül jó. Minden, van egy csomó ötletem, nekem is, meg biztos nektek is. Írjátok le, hogy ti mit szeretnétek, hogy belerakjanak, hogy ti mit vártok tőlük, hogy rakják bele. Igen, Fantasztikon van a... Milyen neve? Grafika. Úgyhogy, ja. Ez a fantasztikus grafika. Mondjuk a víz az tényleg szép, de hát mi más lehetne, még szép meg a tűz is. Mit várhatunk még tőlük? Hogy mit csináljanak meg szépre? Felhőket? Meghalhatnál picit. Aha, meg is halt. És közben kapjuk a húst tőle. Jó, 4 húst kaptunk belőle. Ja. Most repair. És akkor jön egy új cápa ilyenkor. Semmi újdonság. Nem tudom. De ezt is jó megsütni. Nem mintha többet töltene szerintem vissza, de... Megsüthetjük. Még kicsit ezt leszedem, meg újra rakom. Aztán a következő részben folytatjuk innen, ahol tartunk. Majd kitalálom, hogy mit kell csinálni. Látjátok, ott van a következő cápa. Még ezt megvárjuk, hogy lássátok, milyen sűvel a cápa husi. Milyen jó lenne, hogyha... Ó! Most vagy tényleg? Látszik, ahogy sül? Vagy csak a napfénye? De szerintem tényleg látszik, ahogy sül. Ez nagyon durva. Változik a színe. De menő. Na ezt még megvárjuk, aztán tényleg abba hagyom, meglátjuk a következő részt, és tényleg írjátok meg a... majd, hogy... ti mit szeretnétek, hogy rakjanak bele? Ti mit látnátok benne jónak? Mitől lenne sokkal jobb? Szerintetek? Ti mit vártok egy ilyen játéktól, igazából az a kérdés? Na, de köszönöm szépen a figyelmet. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!